Az adventi időszak mind a négy hétvégéjén vásár és színpadi programok várták a főtérre az érdeklődőket. A gyertyafényes advent programsorozat keretében fellépett pápán Gergely Róbert, Szent Martin és Szekeres Adrien. Továbbá láthatta a közönség a helyi, valamint a környékbeli iskolásokat és amatőr művészeti csoportokat is. Most következő anyagunkban az utolsó adventi hétvége eseményeiről számolunk be. Advent negyedik hétvégéjén is az ünnep hangulata vonta be a főteret. Családok, barátok találkoztak egy-egy pohár forró tea vagy forralt bor mellett. Sült gesztenye illata szállt a levegőben, készült a kürtös kalács, s karamella póniló húzta a díszes karácsonyi fogatot. Eközben gyerekkezek ügyeskedtek, s készítették a karácsonyi ajándékokat és a fenyőfa díszeket papírból, üvegből, süteményből. Csináltam egy ilyen mézes kalács puszedli gyertyát, meg csináltam a mamámnak ilyen képeslapot. A süti gyertyák itt vannak a hátad mögött az asztalon. Hogyan kellett ezt elkészíteni, és ki segített benne? Úgy kellett, hogy négyet kivettünk, a hármat megragasztottuk ilyen lekvárral, és utána egymásra raktuk, és a negyediket kifúrtuk, és rátettük a tetejére, meg még csináltunk mandulából, meg ilyenből, aszalszilvából, meg beletettük a mandulát az aszalszilvába, és odaraktuk, és még tettünk rá ilyen cukros öntetet, és azt egymásra tettük, és most köt. Áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. A város adventi koszorúján a negyedik gyertyát Bonc Zoltán, baptista lelkipásztor gyújtotta meg. A gyertyák jelezték a fény eljövetelét, a megváltó érkezését. Isten fia nem csak arról híres, hogy megszületett karácsonykor, hanem arról is, hogy ő felnőtt, és ő az emberek megváltója lett. Nem csak úgy ismerik őt, mint a kisdedet, aki egy jászolban fekszik, aki egy kis picike gyermek, nem úgy, mint egy mindenható megváltót, aki kész volt minden ember életért megküzdeni. Így fontos tudnunk azt magunk számára is tudatosítani azt, hogy nem azért vagyunk a Földön, hogy egy kisbabát ünnepeljünk, hanem hogy egy feltámadt Urat ünnepeljünk. Hiszen Jézusnak nem csak a Jézuska a neve, hanem Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó is az ő neve. Amikor a Bibliát olvasjuk, akkor nagyon sok nevet olvashatunk Jézusról, és ebből szeretnék most egy párat önöknek is bemutatni. Az egyik neve neki a kezdet és a vég. A másik neve az orvos. Aztán Jézus az élő kenyér. Jézus az ajtó, ami Istenhez vezet minket. Ő mindannyiunknak és a bűnösöknek is a barátja. Jézus a pártfogónk az atyánál. Jézus Krisztus a sarokkő, amelyre alapszik a hitünk. Ő Isten fia. Jézus a Bibliában köszönhetjük azt mondja az ő neve, hogy hű és igaz. Jézus Krisztus a békesség ura. Jézus Krisztus a királyok királya. Jézus Krisztus a csodálatos tanácsos. Mindezek a nevek jellemzik őt, bemutatják azt, hogy mit tett értünk.
Boncz Zoltán adventi gondolatait a Pápai Sarokkő baptista gyülekezet tagjainak közreműködésével mondta el a gyertyagyújtáskor. Gyertyafényes advent programsorozatban helyi és környékbeli iskolások, amatőr művészeti csoportok műsorának adott helyszínt a főtér 4 hétvégén keresztül. Emellett felléptek hivatásos előadó művészek is. Egy néptánccsoport milyen produkcióval készülhet? Vannak olyan táncok, amelyek kifejezetten adventi, illetve az ünnepi időszakra valók? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a karácsonyi időszak az kisbőjt időszaka. Ebben az időszakban nem ajánlott táncolni, főleg a katolikus egyház ünnepköre szerint. A református kultúrkörben általában azok a szokások elevenednek fel, amelyek ebben az időszakban játszhatók, elmondhatók, úgy, mint a messiás várók, a szöveges köszöntők, énekek, dalok. Annyira nem jellemző a tánc. Hát így a 21. században már az elvárásoknak megfelelően azért nyilván kell műsort és produkciót adni. Ezek azok a táncok, amelyeket az együttes repertoáron tart. Viszont csempészünk bele nyilván karácsonyi énekeket, karácsonyi mondókákat, szövegeket, illetve hát próbáljuk a gyerekekkel azért tanítani, és a gyerekekkel tisztázni azt, hogy tudják azt, hogy ez a régi szokáskultúrában nem volt való. Hány főt láthatunk majd egyszerre a színpadon? Hát több csoportunk is fellép, hát nyilván a Vadvirág Néptánc Együttes, aki már feltöltődött a Rügyecskék csoporttal, hát ők jelenleg most egy olyan 15-20 párt számlálnak, illetve a lovácspatonai gyerekek táncolnak most velünk. A többi csoportunk már annyit szerepelt, hogy annyira nem szerettük volna őket terhelni még ezzel is. Nyilván már vége az iskolának, azért ők is készülnek az ünnepekre, de körülbelül olyan 50 főt látunk a színpadon ma. Magyar költők verseit zenésíti meg és adja elő a Kávészünet zenekar. Az előbb Ady Endre Párizsban járt az Ősz című költeményének feldolgozásából hallhattunk részletet. A zenészek munkáját a Magyar Kultúra Fiatal Nagykövetei címmel ismerték el néhány éve.
Üdvözlünk mindenkit! A mi nevünk a Kávészünet, és körülbelül 8 éve foglalkozunk vers megzenésítéssel. Egy kollégiumból indult ez az egész, és mára úgymond hivatássá vált. Én Fecóval kezdtük el közösen. 3 éve dolgozunk menedzsmenttel, Krisztiánnal a menedzserünkkel, és azóta elég széles lett úgymond a repertoár, mert egyik fő irányzatunk az iskolákba való megjelenés, és ott a diákokkal a vers megszerettetése, illetve van még nekünk egy klubestünk Budapesten, amit havonta tartunk neves előadókkal, vendégszerepléssel, és hát folyamatosan dolgozunk a vers megzenésítéseken, járjuk az országot, és készülünk mindig ezerrel. Az adventi karácsonyi időszakban speciális műsorral léptek fel, tehát magyar költőktől választott ünnepi versekkel, vagy szélesebb, általánosabb a repertoár? Vegyes, ugyanis úgy találtuk ki, hogy az adventi műsorban legyenek karácsonyi jellegű számok is, versek, valamint vannak ilyen mindenféle, tehát amiket egyébként is szoktunk a koncertre vinni, kortárs költőktől is vannak, van néhány gyermekvers, hiszen azért a karácsony az nagyrészt a gyermekekről szól, és hát ilyen műsorral érkeztünk most ide is tulajdonképpen. Egy-két vers címet említsünk meg, amely dalba öntve megszólal majd ma a színpadon. Ady Endre Párizsban járt az ősz, Juhász Magda De jó lenne, Csanád Imre a Karácsony fája, ezt például biztos kevesen ismerik, és a Csonka verset azt mindenképpen eljátszuk, mert azt ismerik úgy tőlünk a legtöbben. Karácsonykor fényesek a felhők, csillagokból horgol a térkendőt, ráteríti egyek tetejére, fenyő ágnak jégrojtos a vége. Ben a Magyar Kultúra Fiatal Nagykövetei címet kaptátok, hogyha ebben a szerepben akkor megfogalmaztatok valamilyen célokat, akkor azok teljesültek 2013-ra, illetve hogyha igen, akkor miként? A céljaink azok mindig bővülnek, így a magunk felé tartott elvárásaink, tehát hogy azok, amiket anno kitűztünk célnak így 3 évvel ezelőtt, azok szerintem így kezdenek beérni. Tehát gondolok itt arra, hogy az iskolákba járunk trendhagyó irodalom óra nevű programunkkal, és a diákokkal próbáljuk megszeretetni a verseket. Az is a célunk volt, hogy bejárjuk az országot, és hát büszkék vagyunk arra, hogy rengeteg fellépést tudunk ez évben is magunk mögött, és vannak hosszú távú céljaink is, természetesen ezek még nagy célok számunkra, de egy feltörekvő zenekar vagyunk, és úgy gondolom, jó irányba tartunk, és céljaink az is például, hogy megtöltsünk egy sportarénát, ne legyen olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, hogy ki az a Kávészünet és mivel foglalkozik. Szeretnénk nagyon sok határon túli városba eljutni, hiszen ott is rengeteg magyar ajkú ember él, és ott is szeretik a verseket. Úgyhogy szeretnénk, és nem csak gondolok itt Erdély, vagy Kárpátaljára, a felvidékre, nem gondolok itt akár egy Amerikára, egy Franciaország, Anglia, tehát hogy ilyen helyekre is szeretnénk eljutni, és biztos vagyok benne, hogy el is fogunk jutni. Részben kapcsolódva a célokhoz, illetve visszatérve egy kérdés erejéig az ünnephez, magyar költők megzenésített versei, szimfonikus nagyzenekarra, a gyermekkórus kíséretében esetleg egyszer ilyet láthatunk-e, hallhatunk-e tőletek? Én egészen biztos vagyok benne még hozzá, azért, mert nekünk már most is van egy orchestra formációnk, amiben vonós négyes és egy perkusziós fiatalember egészítik az egyébként 5-tagú zenekarunkat, tehát olyankor 10 vagyunk a színpadon, ez már megközelíti a szimfonikus jellegű megszólalást, a vonósok miatt főleg, és egyébként gyermekkórusan meg a
tehát a Magyar Rádiónak a gyermekkórusával léptünk már föl közösen, tehát ők egészítettek már ki minket, és így sikerült az MR2 Petőfi Rádiónak a stúdiójában felvenni egy egész hosszú albumnyi megzenésített verses műsort, úgyhogy ezeket már ilyen kisebb léptékekben megtettük. Én nagyon izgultam, hogy az idén lesz-e hó, vagy nem lesz hó, vagy mi lesz, hogy itt énekeljük a téli dalokat, aztán sehol semmi. De el kell mondjam, hogy amikor indult az adventi turném Sopronban, ott esett a hó, de soha többé nem. Itt Pápán esett? Na tessék, az én gyerekeim sem láttak még havat az idén. Tehát remélem, hogy majd nem a téli szünet végére érkezik meg, ahogy szokott. Ez az adventi időszak, a karácsony előtti ünnepi időszak számodra hogyan telt el, mennyire volt tele fellépéssel, illetve mennyire volt lehetőséget készülni és ráhangolódni az ünnepre? A két dolog ugye nem feltétlenül zárja ki egymást, tehát azzal, hogy nekem nagyon sok koncertem és fellépésem volt ebben az időszakban, főleg templomi koncertek, ez azt is jelenti egyben, hogy a lelkem az teljes mértékben felkészült az adventre, hiszen rengeteget énekeltem adventi és karácsonyi dalokat, meg téli dalokat, próbáltunk is, és otthon is természetesen készültünk. Tehát ez a munka része, ami, ahogy említettem, azért részben fedi azt is, hogy ami az adventnek a lényege, hogy egy picit ráhangolódjunk az ünnepekre, és elmélyüljünk, az megtörtént. De természetesen otthon is azért volt időm a családdal is készülni. Azt hiszem, hogy azt, amit minden évben szoktunk, az, hogy sütöttünk mézes kalácsot a lányokkal, meg készítettünk ilyen kis gipsz figurákat, festettük, meg linzert is sütöttünk, meg mindig együtt gyújtottuk meg az adventi gyertyákat, az idén is nagyon szépen teljesült. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már nagyon várják, hogy ma este hazaérjek, mert ez az utolsó fellépésem így karácsony előtt, és akkor ilyenkor ők már visszaszámolnak. Volt ezen a héten Győrben szimfonikus zenekarral karácsonyi koncerted, említetted, hogy templomban is léptél fel, illetve könnyűzenei pop slágerként is fűződik karácsonyi dal a nevedhez. Melyik az, amelyik leginkább közel áll hozzád, vagy amelyikben leginkább el tudsz mélyülni, meg tudsz szólani, vagy önmagadat tudod adni karácsonyi dalokat nézve? Én azt hiszem, hogy a karácsonyi időszakban talán a templomi koncertek azok, amik hát leginkább ezekben teljesednek ki a dalaim, és a személyiségem is, az is, amit képviselek. A templomi közeg az borzasztóan felerősíti a dalaim hatását, és hát még ilyen a szimfonikus. Tehát, hogy ez a kettő az, ami mindig nagy öröm nekem. És hát a szimfonikus az meg mindig ünnep, tehát ez a győri koncert is, ez azt hiszem, hogy az egyik legszebb pontja volt a turnénak, de azért a soproni koncert is nagyon jó volt, ami szintén templomos volt az evangélikus templomban sokatszor. Hát azt hiszem, hogy ez a kettő. A mai estére, illetve kora délutánra ide Pápára milyen repertoárral érkeztél? Természetesen hoztam téli dalokat, meg két karácsonyi dalt is. Vannak dalok, amiket nem szeretek ilyen rendezvényeken elénekelni, mert azt gondolom, hogy nem feltétlenül ide való, akkor is, hogyha karácsonyi, akkor is, hogyha repertoáron van. Ezek inkább a tradicionális karácsonyi dalok? Nem, hát ez például az Ave Maria, tehát amiről így azt gondolom, hogy az annak megvan a helye, az nagyon szép a templomban, vagy nagyon szép egy szimfonikussal. De viszont itt meg azt gondolom, hogy van helye azoknak a pop dalaimnak, amik nem szólnak karácsonyról, nem szólnak télről, de szólnak a szeretetről, arról, hogy milyen fontos az, hogy az ember valakinek meg tudja fogni a kezét a hétköznapokon is, és nem csak az ünnepekről szólnak feltétlenül ezek a gondolatok, és én azt gondolom, hogy annak is helye van itt. Ilyen volt az a slágerlistákat meghódító szám, amelyet Dobrai Ákossal együtt énekelt Szekeres Adrien. A híd a folyót. A híd a híd a folyót. Az ünnepi dalok közül ez is tapsra ragadtatta a nagy számú közönséget. A gyerünk! Ezen apró golyó, vele dobni csuda jó, hogyha téged eltalál, te leszel a hófogó, mire ráköszönt az est, puha álom körbe vesz, ugyanebb bántad meg egy-kettőre, lehúnyod szemed, hullahó, hullahó, mindenki.
elkezdődik, és újra megszólal. Száncsengő, száncsengő, szól a kis harang, csingling-ling, csingling-ling, vidom szól a dal. Hullahó, hullahó, minden hó felé, száncsengő, ma vidom szól, itt van áram.
Megszokott, hogy az egyesített szociális intézmények valamennyi részlegében készülnek a karácsonyra. Az ünnep előtti hetekben feldíszítik az épületeket, iskolások keresik fel a lakókat, gondozottakat, és adnak műsort az időseknek, a hátrányos helyzetben élőknek. A központi karácsonyi rendezvényt idén a Vörösmarty úti otthonházban tartották. A rendezvényre ellátogattak az otthonházban élő idősek családtagjai, és érkeztek lakók és dolgozók a Teveli úti és a Barát utcai idősek otthonából is. Köztük egy a legfényesebb, régóta arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa szerte a világ. Az Egyesített Szociális Intézmények központi karácsonyi ünnepségének helyszínén a Vörösmarty úti otthonházban dolgozók nem csak szervezték a rendezvényt, szereplésükkel is részesei voltak. Miután a nővérek meggyújtották az adventi koszorú gyertyáit, a karácsonyfa és az apró mécsesek fénye jelezte, megérkezett a karácsony. A meghitt pillanatok közepette ezt a fényt, és a fények adta meleget kívánt a december 24-én estére is az időseknek és a vendégeknek pápa polgármestere. Nagyon nehéz megszólalni, hiszen önök most itt meggyújtották a gyertyákat, és hangulatilag olyan messzire jutottunk előre, hogy a köszöntővel inkább elvennék a hangulatból, mint inkább hozzátennék, ezért maradva a gyertyánál én azt kívánom önöknek, valamennyiüknek, az itt lakóknak is, meg azoknak is, akik majd máshol fognak karácsony este ünnepelni, hogy karácsony este gyújtsák majd meg a gyertyát. Annak a gyertyának a fényétől legyen világosság, legyen olyan fajta világosság, amit nem villanykörtével, meg más világító alkalmatossággal lehet elérni, hanem olyan világosság, amit igazából belülről is lehet látni. Aztán annak a gyertyának a lángjától legyen melegség, olyan melegség, amit nem gázzal, vagy szénnel, fával, vagy villannyal lehet elérni, hanem olyan melegség, amely belőlünk és a gyertya lángjától keletkezik, és betölt körülöttünk mindent. És ebben a melegségben és ebben a fényben legyen ott mindenkivel mindenki. Mindenki, aki fontos. Fogják meg képzeletben, hogy a valóságban mindenkinek, aki fontos, a kezét, és ebben a fényben és ebben a melegségben legyenek együtt. Karácsony este olyan napja ennek az esztendőnek és minden más esztendőnek, amely alkalmas arra, hogy mindezt megtegyük, ami alkalmas arra, hogy mindez hihető és átélhető legyen. Én boldog karácsonyt kívánok valamennyiüknek. Az ünnepi műsorban Kis Kata verset mondott, a kislány Ceglédi Csenge Karácsonyi fény című költeményét mondta el. Karácsonykor a házak felett csillag hullhat, s akkor az ablakból kívánhatsz egy újat. Csak bölcset kívánj, s olyat, mely mindenki a vára van, s akkor teljesülni fog kívánságod az ablakban. S az a vágy, a szívedből kívánd a világ javát. Kívántál, most ellépsz az ablaktól, a díszített fához lépsz, meggyújtasz egy gyertyát, s lemondasz a lehetetlen álmodról. Arra gondolsz, akit szeretsz, és arra, akit nem. Sérelmeidől sír mindkét szem, de örömödben, mert ezektől erősebb leszel, ha megérted, hogyan is létezel. A tükörképed, akit te nem értesz meg, értsd meg, s akkor rájössz mindenre. S akkor rá tudsz mosolyogni a tükörképedre. A gyertya még ég, de te nem érted még. Nem érted még, mi az élet értelme, s akkor rájössz a saját létedre. Már csak alig van a gyertyából, a lángja épp csak pislákol. Töröd a fejedet, hogy ez mit is jelenthet. A gyertya teljesen elégett, de te nem vagy elégedett. De amikor a gyertya elalszik, megérted, hogy mit is jelent, miért van a léted. Szalai Regina fuvolán játszott. A fiatal lány az Ó, gyönyörű, szép, titokzatos éj című magyar karácsonyi dalt szólaltatta meg a hangszeren. Thank you.
Verssel és énekkel közreműködött Kosticsák András, pápai származású Veszprémben élő színész. Előadásába bevonta testvérét, a Vörösmarty úti részleg vezetőjét, Mónikát is. Pirul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. A karácsonyfa alá, az ünnepi műsor mellé természetesen megérkeztek az ajándékok is. Meglepetést a pápai bázis repülőtér képviselői is hoztak magukkal. Magasi Zsolt alezredes a reptér dolgozóinak 100 000 forintos adományát adta át az Egyesített Szociális Intézmények vezetőjének. Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, az összeget tárgyi eszközök beszerzésére fordítják. Köszönjük szépen ezt a nagy a fenyőfa,
sok hó nincs most, hát erről szól a dal. Hó, hó, hó mindenit. Emlékszem még, mikor kicsi gyermek voltam. A csengő szó hírre szaladt szerte szét. Apám s anyám titkon titkolózta, ki hiszi majd? Az ajándék ki hozta? Ketyeg a régi óra. A pápai kórusok számos koncertet adnak karácsony előtt külön-külön is, de a hagyományos adventi kórus találkozón együtt lépnek fel. Idén a nagy templomban énekeltek, az alkalmon sok szép népszerű dallam és kevésbé ismert ének is felcsendült. Az adventi kórus találkozó hagyományát az Erkel iskola indította útjára. Akkor a felújított iskola épületben volt a koncert. Azóta minden évben más kórus szervezi ezt meg, és ők választják a helyszínt is. Idén a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete volt a szervező, a helyszín a nagy templom volt. Természetesen az egyesület kórusa is fellépett, melyet Szanyiné Csepregi Ilona vezet. Nagyon aranyos, nagyon lelkes csapat, öröm velük dolgozni. Milyen dalok szerepelnek a repertoárban? Hát nagyon sok felkérésünk volt ebben az évben, szerepeltünk a bornapokon, szerepeltünk a Szent Márton napokon, most az adventen is, és most a mai nap a karácsonyi kórus találkozón is, úgyhogy elég változatos műsoraink vannak. Az adventi kórus találkozón elsősorban karácsonyi dalok és egyházi énekek csendültek fel. Yeah.
6-8 éve kezdődött, hogy a város felnőtt kórusai egy adventi hangversenyen együtt szerepelnek, és ez azért is érdekes, mert jobban megismerjük egymást, egymás dal repertoárjaiból merítünk, azon kívül pedig az együtt éneklés, mikor ennyi több száz ember együtt énekel egy ilyen szép nagy templomban, akkor ez nagyon felüdítő. A rendezvényen 7 csoport vett részt, a Szent Cecília kórus, a Szent Anna kórus, a Pápai Református Gyülekezet Séjei István énekkara, a Nyugdíjas énekkar, az Éneklőszülők kara, az Erkel kórus, valamint Pápaváros Bárdos Lajos vegyes kara. A hangverseny a főtéren a kórusok közös énekével ért véget.
karácsonyi verset része. A város széli fenyvesekből előoson a téli szűkület. Apró kis házak ködronyba bújva, koldus szatyorva gondot gyűjtenek. Egy vonat rohog át a tájon, fáradtan vész el a fák közt a hang, pedig valahol szent titok palástban az éjszaka csöndje csodát takar. Angyalok szállnak a világ fölött, hírül viszik, hogy földre szállt a béke. Megszületett az igazság, a jóság, akit úgy vártunk, megszületett végre. Keresték régen bölcsek és királyok, papok, költők és koldusok. Proféták hirdették eljövetelét, várták jöttét a magas trónusok. A jászol fölött felragyog egy csillag, néhány angyal és gyermek énekel. Szelíden száll az ének és pára, az istálóból a fényes égre fel. És akit nem ért ébren a hajnal, hogy a csodát lássa az égen, azt hiszi, nem történt itt semmi. És megy tovább a monoton élete.
viszont valóan,